Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm benneteket, kedves pedagógus kollégák, kedves barátaim, és hagyományokhoz ragaszkodva, kicsit magázva, kicsit tegezve, hiszen mindig megemlítem, hogy van amelyik őtöket szinte gyerekkorom óta ismerem, és vannak új kollégák, akiket nem mernék még letegezni. Egy jó személyes megbeszélés követően majd biztosan. Nos, hát köszöntök mindenkit a pedagógus nap alkalmával. Nagyon furcsa számomra is, hogy a kamerába kell beszélnem, és nem nektek. A helyszín pedig itt van és vár mindenkit, hiszen a Dózsa György Művődési Otthon termében vagyunk, és velem van Tóni bácsi is, akit ha ránézek, és a Rivalda fényétől azért látom őt, hogy szájmaszkban van, ami hát mindjárt utal arra, és mutatja, hogy miért kell így online Facebookon, vagy Facebookon köszönteni benneteket, hiszen a koronavírus felülírt minden elképzelésünket, de nagyon szerettem volna, hogyha idén sem marad el a pedagógusi köszöntő, úgyhát legyünk stílszerűek, és ahogy ti ezt az elmúlt időszakot online tanítással végeztétek, én most idén úgy szeretnék nektek kedveskedni, hogy online üzemmódban. Mint mondtam, a helyszín adott, hiszen itt vagyunk a Dózsa György Művődési Otthon színház termében, a székek is itt vannak, a területen a 70 év feldolgozása történik a papírok alapján, és hát a színpadra sem tudnak felvenni a fellépőt, mert ott is a függő leengedve, de mögötte is kellékek és anyagok, amik alapján egyszer csak megkapunk a kezünkbe egy nagyon szép ismertető brosúrát, amiben a műfáz 70 éve fel van dolgozva. Nos hát, azt szeretném, és ebben bízom, hogy ez az egyszeri és faramuci vagy furcsa köszöntés nyerje el mindenkinek a tetszését, és kívánom, hogy a most következő 10-15 perc mindenki kellemes kikapcsolódást és szórakozást nyújtson. Köszönöm szépen! Mérnök hidat, házat, hajót, falat a kőműves, postás váratlan kapcsolatokat távol lévők között, titokzatos, új tervezők, emberpótló gépezetet, zajból csendet a muzsikus, költő, papírból költemény. De csak a tanár épít életből életet. Orgasinamat verdeső, talisznyámban palavessző. Palavessző, spalatábla. Így indultam valamikor, legelőször iskolába. Le az utcán, büszkén, bátran lépdeltem a talisznyámmal. Hová viszed ugyan, Biza, azt a legényt, te tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szembe jöttek. Máskor pedig ilyen formán mosolyogták a talisznyám. Éhes lehet a tudásra, az, kinek ilyen hosszú, ilyen nagy a talisznyája. De csak mentem, még büszkébben, míg az iskoláig értem. Az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam. És álltam, míg csak bátorító szóval nem jött a tanító.
Ej, kis legény, gyere, fiam, bátran, ne félj. Kézen fogott, bevezetett, emlékszem, bemelegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem olykor-olykor. Jó tanítóm, meleg kezét. Mikor az ég csak szürkét játszott, te gyújtottál világot, és árnyaltál színeket az égre, nyitottál kaput a tisztességre. Megtöltötted szívvel a zsebem, napokban innen költekezem, és ha karcot ejt a szó, van rá ige, s tapaszként ragasztom a sebem szélére. És amit elém, őszintén tudtál tenni, merni őszintének lenni, meglátni az értéket, tartani a mértéket, megragadni minden emberben az emberséget, és merni hangoztatni a véleményünk, és vállalni, amitől félünk, és megtanítottál magamat is tisztelni, magamban is az embert észrevenni. Köszönöm neked, a tanárnőmnek, az eszközt, ami belőlem nőhet, és tükrömben nézve, víztiszta vagyok, mint a hegyekben zubogó titkos patakok. Sokszor éreztem, milyen múló, milyen sajnálatosan meg nem örökíthető alkotás a tanár életműve. Sokszor éreztem, hogy milyen soha nem múló alkotás ez az életmű. Hiszen tanítványok százai visznek magukkal a világba, az életműből egy-egy töredéket. És élnek. És maguk is továbbhatnak egy olyan eszmejegyében, amely ismeri a dolgok belső rendjének, az igazság megismerésének egyetlen útját, mely mind oda torkollik, amit jobb szó hiány szépségnek nevezhetnénk. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell a mézet és diót, jegenyefát és űrhajót. A hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul. Ami világít, ami jel, tanulni kell, szeretni kell. A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize túlárad saját partjain. A jó tanár nem csak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben,
s nem csak tudását közvetíti, bár ez sem kevés, hanem példát ad jellemet formán, ült egy gyomlál, olt és szemez, mint a kertész. Életet visz a könyvekbe, s a könyveken keresztül a tanításba. Állandó, s eleven hidat épít, az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több az enyémnél. Olykor elgondolkozok én is. Mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni? Ahol éle van minden igének, ahol árnyéka van minden hibának, ahol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk mondani ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, akinek minden szavára meg annyi kis magnetofon zengtele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár. S bártán nem is tudja, hétköznapok nagy hőse közöttünk. A szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csaták ismeretlen, hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni? És fogunk-e néked magunkban? Lélek szobrásza, pedagógus. Örülnék, ha reményeim beváltak volna, és az elmúlt pár perc minden kollégának, minden érdeklődőnek elnyerte volna a tetszését, és jól szórakoztak volna. Köszönöm szépen a Gödöllői Klubszínház tagjainak az előadást, de abban én reményemnek is hangot adok, hogy ez egyszeri volt az ilyen köszöntés, és jövőre mindannyiótokkal itt a Dózsa György Művözési Otthon színházteremben találkozunk, ahol át tudom adni a szokásos virágcsokrokat, ahol tudunk váltani néhány baráti szót, nekem is nagyon hiányzik. És zárszóként nem tudom, hogy igazából mit is mondjak, hiszen nem is tudom, milyen nyári szünet fog következni, de azt gondolom, hogy ami lesz, azt kívánom nektek, hogy töltsétek el eredményesen, töltődjetek fel, hiszen ősszel újra kezdődik a tanítás. Ma még azt sem tudjuk, hogy hogyan, úgyhogy, de biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok oldani. Szóval a jövő évi találkozás személyes reményében viszontlátásra!